napot kívánok! Kezi csokkolom! Jó napon! Szeretnék kérni két darab Krémer Sándor bérletet. Jó, egy pillanat. Tessék! Köszönjük szépen! Fényképek különböző kollégáktól, ismerősöktől, barátoktól, barátnőktől is, igen, sok barátnőtől, illetve édesapánkkal, közös képek, édesapánkról képek. Ők folyamatosan leveleztek, ugye ők nagyon sokat voltak egymástól távol, ugye Feri bácsi volt nagyon sokat távol vidéken, sokszor heteket, hónapokat töltött egyedül ugye a színi társulattal. Hát gyakorlatilag így kommunikáltak édesapánkkal, képes levelezőlapon, amiket sokszor Feri bácsi készített saját maga, ugye, amikor volt egy kis ideje, imádott festegetni. Több szintén festményeket is, ilyen apró skicceket, vázlatokat is tartalmaz a bőrönt. Imádott ilyeneket készíteni, és ezeket küldte el, még személyesebbé téve ezt a levelezést apuval. Ő a Dériné falu színházzal járt az országot. Ez egy vándorszíni társulat volt, és az volt a feladatuk, hogy a vidékre is elvigyék. Tehát nem a kőszínházakba, hanem a falvakba is. És nagypapa ugye úgy próbálta az apai teendőit ellátni, hogy apunak intelmeket, apai intelmeket írt ezeken a képeslapokon. Dédnagypapánk színház igazgató volt, és a Szatmárnémeti Színháznak az alapítója is egyben. És hát ez magától adódott, hogy akkor ő is színész lesz. Igen, ilyenkor nagyon egyszerű az indok, ugye a gyerekek öröklik a szülőknek a foglalkozását, vagy legalábbis nagyon közel állót választanak hozzá, nyilván ahhoz van tapasztalatuk, vagy ragad rájuk évek alatt a tapasztalat, a szeretet. Ott nőtt fel, és ennek a közelségét természetes úton választja az ember. Hát ugye aput is kérdezték, hogy hány éves korában volt először színházban, és elmondta, hogy 5 naposan. Oda született szinte. Amikor Krémer Ferenc megszületett az első világháború előtt, az ország gazdaságilag, kulturális szempontból is virágkorát élte. Ennek a virágkornak vetett véget az első világháború. Krémer család itt akart letelepedni, Szatmárnémetében, a Széchenyi utcában laktak. Most éppen a református gimnázium előtt, a főbejárat előtt állunk. Krémer Ferenc itt járt iskolába, és itt érettségizett. Ahogy ez a bőrönd, úgy ez az ágy is családi hagyaték. Ez egy késő ampír ágy. Ez az 1800-as évek elején készült. Mi tudomásunk szerint a Szatmárnémeti Színházi kelléktárban már ott volt. Gyakorlatilag ennek elég komoly életútja lehet ennek az ágynak. Nem is tudunk róla, hogy hol szerepelt, hogy szerepelt, műsorokban vette részt, kik azon milyen színészek, milyen neves színészek, milyen színdarabok játszottak rajta vagy vele, illetve hát utána pedig a családunkban egy meghatározó központi szerep volt. A trianoni döntés alatt Erdélyben, Romániában magyar színházat fenntartani véleményem szerint egyenlő volt a hősiességgel. Egyik legnagyobb színészünket idézem, amikor azt mondom, hogy Senkászki Endre mesélte, hogy az 1930-as években
a magyar színészek ebben az országban szó szerint hihetetlen, de éheztek. Látva azt, hogy hogy alakul a politikai helyzet, Ferenc még diákkorába belépett a Kratochwil Székely hadosztályba. Most tudjuk ennek a történetét, hogy Debrecennél letették a fegyvert, és amikor hazajött, akkor már itt román uralom volt, őt eldeportálták, elvitték Brassóba, és hát 6 hónapig volt brassói táborban. Ez volt az első megrázkódtatás. Ennek következménye volt az, hogy meg kellett tanuljon biciklizni, mert azt mondták, hogy el kell hagyja a várost. Mert politikai szempontból veszélyes volt számára itt maradni, megkurcolták. És akkor ment el Magyarországra. Igazából olyanokat is találtunk, ami így elég elképesztő így a mai szemmel nézve. Például Honti Hannával van itt egy fotó, vagy Seres Rezső, a Szomorú Vasárnap szerzője, de akár mondhatjuk Karádi Katalint is. Ez a képes lap, ez nagypapának lett címezve, ő Kálmán Imre, és itt azt írja, Krémer Ferencnek tisztelettel. Ebben nagypapát méltatja Kálmán Imre, és kitűnő tehetségnek tartja. Vagyják színésznők? Hát az is volt, igazából az volt főként nagyon sok. Például itt ezt a hölgyet nem tudjuk, hát valószínűleg ő is egy színésznő volt. Ferike, mindig szeressen egy kicsit engem, baba. És egy elég... Színésznök miért írtak a nagypapának? Hát nagypapa eléggé szerelmes típus volt. Ugye ez közismert volt a családban, hogy mindig lángolt a szíve neki. És hát el is a rajongója volt. Igen, tehát sok fotó van róla, igazából mindig különböző hölgyekkel látható, tehát eléggé szenvedélyes ember volt. Jött az államosítás, vészletet, mindent elvettek, aztán próbált állást keresni. Végül kapott az a Krémer Ferenc, aki a kor legnagyobb színészeinek volt partnere egyébként, de majdnem a Fedáksári sorsára jutott. Ugye Fedáksárit is leparancsolta a politikai hatalom a színpadról. Hát Krémer Ferencnek mondjuk nem volt olyan tragédiája, mert nem engedte, és ott volt egy ügyes asszony mellette, Rózsa, aki nagyon sokat segítette őt, aki nem tudott meghajlani. Inkább elhagyta, hogy eltörjön a dereka. Ő is, apu is kívülről tudta az összes szerepet az ember tragédiájában. Gyerekkorunkban esti mesékgyanánt sokszor hallgattunk részleteket ezekből, nagy örömünkre azért ez az mi gyerekkorunkat, a mi életünket is meghatározta. És másfelől meg ugye csodáltuk is, hogy gyakorlatilag gyerekként egy ilyen komoly művet, amit gyerekként szinte alig értesz, azt ő kívülről és teljes átérzéssel tudták, vagy hát tudta édesapánk, mert hát ugye Feri bácsitól mi ezt pont nem hallhattuk már, vagy ezt sem hallhattuk már. És annyira jól állt neki ez a szerep, hogy kollégái is nagyon szívesen és szeretettel, csodálattal hallgatták. Közben lehetett tudni arról, hogy ugye kilopóztak és utólag nézték meg az ő alakítását a nézőtér háta mögött, vagy a színpad háta mögött. Thank you.
déd nagyapánk múltját megismerve mi is sok jót hallottunk a színházról. Krémer Sándornak mi volt pontosan a szerepe benne? Nem véletlenül neveztünk el róla bérletet. Olyanok mellett, mint mondjuk Jakabfi Dezső, vagy Szabadkai József, aki meg ugye a Krémer gyerekeket felnevelő, szinte nagyon fontos színházigazgató volt. Kor dokumentumok szerint a közönség fidelizálásában, vagy a közönség barát színház kiépítésében voltak neki múlhatatlan érdemei. Tehát gyakorlatilag a szatmári közönséget a színház szövetségesévé először ő tette, majd csak aztán később a többiek, illetve majd aztán a mi alapítónk Harag György. Úgyhogy mindig is a színház volt, azt hiszem, hogy a szatmári magyar kultúra legfontosabb bástyája, és ez nem változott az elmúlt, már most már mindjárt 130 év során. Jelenleg a legnézettebb romániai magyar színházi műhely, a maga több mint 50 ezer nézőjével. Ez azt is jelenti egyben, hogy a legtöbb bérletessel is, és a legnagyobb előadás számmal is ez a társulat büszkélkedik Románia területén a kisebbségi színházak sorában. Összesen 28 bérletházunk van, itt és Nagykárolyban, illetve Nagybányán is vannak bérleteink. Ilyen értelemben hát egyfajta kulturális piacvezető a Harag György társulat, és azt gondolom, hogy az elmúlt évadait tekintve nem csak mennyiségi, hanem minőségi eredményekkel is legalább így büszkélkedhet, úgyhogy valóban egy fontos eleme a pillanatnyi romániai színházi életnek, és hát ez nem csekély mértékben köszönhető az előttünk járóknak, hát természetesen többek között Krémer Sándornak is. A család birtokában van egy fekete ágy, ami a családi történetek szerint a szatmárnémeti kelléktárhoz tartozott, hogy tud-e erről esetleg valami? Meg kell mondom őszintén, hogy egyáltalán nem tudok róla semmit, de nyugodtan megtarthatják, de mi nem kérjük vissza, ez biztos. Ebben a bőröndben benne van a teljes 20. század, tehát a 30-as évek, a 40-es évek, az 50-es, 60-as évek egészen a haláláig végig kísérte. Tehát a kiválogatott újságok, ugyanúgy a fotó, amit apu 8 évesen ellőtt az összeégett szovjet katonákról 56-ban, és azt egy ideig ezeket az 56-os dolgokat itt a Városligetben egy faódújában rejtegették, mert ugye, hogyha valaki megtalált ezt, akkor természetesen ez halálbüntetést, vagy minimum börtönbüntetést ért. Faludi Györgyel, hogy ismerkedtek meg? Azt nem tudom, hogy volt pontosan, de a nagymamám akkor már nem élt nagypapával együtt, külön vált az útjuk, és valahogy a nagymamának udvarolt Falludi György, és feljöttek ide, és hát a lakásban volt itt az előszobában, tanakodtak, hogy akkor a menekülést azt hogy és miként tudják megoldani. Nagymama ugye ő primadonna volt, és hát amikor ez az ominózus 56-os jelenet volt, akkor Faludi György udvarolt neki, és nagymama is, mi csak Dodósnak hívjuk, de ő is inkább itt maradt, és Faludi György ennek emlékére, mivel ő elmenekült, egy saját verset adott egy kötetben. Elég vicces, mert ugye ez a bőrönd elég régóta nálunk van, gyakorlatilag végig a család tulajdonában volt, vagy birtokában volt, de mégis ugye ezeket nem nézegettük, vagy elrejtve eltűntő volt valamelyik szekrény mélyén, és gyakorlatilag, hogy előkerül, már ugye mi is felnőtt emberként tárul elénk, ugye nagyszülőnk, ugye nagypapánknak az élete, akit végül is ugye mi nem is ismertünk, és mégis így egy képet kapunk az ő életéről, az ő világáról,
1956. november 1-i a Népakarat című lap. Gondolom, hát ez egy elég rövid életű újság lehetett. Család is úgy volt, hogy menekülőre fogja, mert ugye amikor már eldőlt, hogy senki nem fog segíteni Magyarországnak a felkelésben, akkor úgy érezték, hogy menekülni kell. Családi anekdotat szerint már itt az előszobában álltak ezzel a bőröndel, és nagypapa ledobta a földre, és azt mondta, hogy nem maradunk. Mi csak úgy hívjuk Fekete Ágy. Vagy Ravatalozó. Miért? Gyakorlatilag a családban édesapánk is, nagypapánk is, illetve a nagypapánk anyukája is ezen az ágyon halt meg. Mi csak úgy hívjuk, hogy Fekete Szoba, és hát ugye, ha az ember körben néz, akkor látja, hogy a fekete az a domináns, és ez volt az egyik szoba, ami a társbérletben is a családhoz kötődött. Minden felmenőnk kötődik valamelyest ehhez a szobához. Például a családi fotó középen a kis Mancival Krémer Sándor színigazgató, mellette jobb keze felől Berman Irma. És hát itt van még egy plakát, egy színházi plakát, ez a Szombathelyi Színháztól, 1883-ból, vagy 1885-ből, és ez egy jutalomjáték volt. Szerintem mindenképpen fontos az, hogy mi mit viszünk tovább. Tehát ezt a bőröndöt, ezt mi ugyanúgy, ahogy megkaptuk, úgy adjuk tovább az utódainknak, és reméljük, hogy ők is megtalálnak benne valamit, ami számukra felemelő, elgondolkodtató. A nagypapa horgászott itt a pukátokban? Persze, hát rendszeresen jöttek ide a Dunához, mind a túlparton, mind ezen a parton, és volt egy csónak is annó még, ami még mai napig megvan a nyaralónkban, és hát mi is igazából gyerekkorunkban itt tanultuk meg a horgászat apró fortéjait. Vidéki házuk volt, ahol nagyon sok művész barát és ismerős is megfordult, és hát úgy hozta az élet, hogy ugyan elszakította a Szamos partjáról, de itt a Duna mellett találta meg újra a nyugalmat és a békét. Jál a kopjafán. Vándor színész lelkem, itt pihen a Szent Anya földben, lelkem szabadon röpköd Erdély Zordon bércei közt. Aha. Egy.